Szia! Szevasz! Most főtt le a kávé, kész? Nem, kösz. Most ittam egyet az előbb az Ildinél. Dobd le magad valahova. Elnézést a dió miatt. Nyugodtan arrébb tolhatod. Sütibe lesz? Igen. A feleségem... sütni akar valami... most nem jut eszembe a neve. Na mindegy, diós sütit. Még a szupermarketben van. Kicsit megcsúsztunk a vacsorával, ne haragudj. Úgyis csak beugrottam. Maradj, ha ráérsz. Bolonyait főz. Mert aztán van egy üveg burzsújbor is. De tényleg nem akarok zavarni. Ugyan? Örülne neked. Panaszkodik mostanában, hogy teljesen elremetésedünk. Tudod, mióta a munkahelyén föntebb került, azóta teljesen szana széllyel van a feje. Van most ez az informatikai fejlesztési projekt a cégnél, és ő lett a szakmai vezető. Aha. Hát van nekem egy cimborám, a Bublas Anyi, ő is ezen a területen van. Tudod, most ment ki Ausztráliába. Hát igen, az IT az olyan, hogy bárhová mehetsz vele. Csak tudod, mi még egyelőre kivárunk. Bár a feleségem nézelődik mindenfelé. Most például elkezdett oroszul tanulni. Azt mondja, hogy erre ez egy jó irány lehet. Akkor ezek szerint téged nem vonz a külföld? Hát, ha esetleg ő a fejébe venné. Na de te? Nem szoktál ilyeneken gondolkodni? Miken? Hogy külföldre menjek? Azon is, meg mondjuk úgy az életeden, hogy mit értél el, hova jutottál, hol tartasz most, mik az örömeid, mik a bánataid, a félelmeid. Összegzést csinálni. Kellene? Talán megérkeztek az eredmények az üzemorvostól. Nem. Nem ez. Nézd, én... azt hiszem, tudod, hogy miről akarok beszélni veled. Az a vitám a Szepesivel? Nem, magában nem erről van szó, de már a felsőbb vezetésnek is a fülébe jutott, úgyhogy tényleg beszélni kell róla. Odáig mentek panaszkodni? Önmagában a panasszal nincsen baj, tudod, ezek olyanok, mint a fürtős kurvák. Mindig van valami bajuk. Inkább rólad van szó. Az az általános vélemény, hogy valami nem oké veled. Hogy mi a bibi? Ez a kérdés. Dolgozok, mint egy állat. Az a probléma, hogy egy munkahelyi csoport az egyben közösség is. Ott nem a részek összege adja ki az egészet. Ott fontos a morál, a légkör, a hálózatok, a kapcsolati relációk. Hogy ki kivel megy el kávézni, vagy éppen, hogy ki kivel nem megy el kávézni. És a elbriccelt szaunázások? Sose szaunázok. Nem bírja a szívem. A szauna fontos? Hanem a hőség, vagy a gőz. Na, persze az is egészséges. Hanem, hogy levetkőzöl mások előtt. Kvázi lecsupaszítod önmagadat. Megmutatod, hogy nincs takargatni valód. Nem bírja a szívem. Ezek apróságnak tűnnek, de mégis komoly dolgok. Biztosan tudod, hogy kik azok az emberek, akik úgy érzik, hogy nem akarsz velük szóba állni. Ha? Akik előtt arisztokratikus vagy, meg fennhéjázó. Mások előtt viszont szervilis. Nem a megfelelő emberek előtt teregeted ki másoknak a szennyesét. Ha pedig hazudni akarsz valakinek, akkor ezt pont olyanoknak teszed, akik pontosan tudják az igazságot. Nézd, én... légy szíves! Vannak már olyan emberek is, akik azt mondják, hogy a realitás érzékeddel van baj. Ez olyan szkizoféle, olyan pszichopata dolgok. És ezt ki mondja? Az a baj, hogy a viselkedésed nem elég konzisztens. Hát az emberek nem tudják, hogy mit fogsz mondani, hogy mit fogsz csinálni. Hogy bejössz-e holnap. És ez kikészíti őket. És ez már a felsőbe vezetésnek is a fülébe jutott. Ha? Mert amit kiizzadsz magadból, tudod, szauna, azt megérzik.
Igyekszem jóban lenni mindenkivel. Ne haragudj, ez ő. Szia, hol tartasz? Lapocka. Igen, itt van. Nemrég jött meg. Persze, megtörtént. Hogy az egészet? Hát az egész zacskót. Annyi kell a süteményben, nem? Ja, jó. Jó. Persze. Odafigyeltem. Nem került bele héja D.O.B.-ba. Ne. Na. Nehogy már meg is rágjam a Jolika néni helyet. Ha múlkor nem zabált volna úgy, mint egy disznó, akkor nem törik ki neki. Rendben. Szia! Ne haragudj! Úgyis nagyjából elmondtam, amit akartam. És értjük egymást. Nem akarok kutatni, hogy mi van a háttérben, elég, hogyha te tudod. És meg is tudod oldani. Pszichológussal, meditációval, kiskutya faszával. Köszönöm. Ne köszönd. Csak hajtsd végre. Egyébként is elég piszokhúzás volt, hogy ezt az egészet velem mondatták el. Veled évek óta a legjobb cimbora vagyok. A fene tudja. Mástól kellemetlenebbül jött volna ki talán. Meg tudod mit? Szóval te így főnöknek is egészen jó fej maradtál. Kis főnöknek. Hát ez a titok. Engem is ugyanúgy csicskáztatnak, mint bárkit. Nem. Te komolyan rendes vagy. Ezt mindig csodáltam. Zavarba hozol. És a nagy szivatások. Amikor beköltöztél a kollégiumba. És mi elkezdtünk veled más embereket megfigyeltetni, meg random módon felvertünk éjszakánként, fölöntöttük neked a folyosót, meg a budit pocoltattuk veled. Akkor is rendesnek tartottál? Srácok voltunk. Nem. Te hoztad ki belőlem. Olyan feszkóval érkeztél meg, olyan bakásra volt nyírva a hajad. Na, gondoltam akkor, rendezek neked egy kaszárnyát, oké? De aztán jóba lettünk. És a kirándulás. Istenem, elhitettük veled, hogy Tóth Júlia fog éjszaka bemenni a faházba, és kitaláltuk, és elmondtuk, hogy majd így szereti meg. Ja, így van. És aztán az Ofő jött be. Aha. Azzal küldtük be, hogy bekattantál. Meg van nálad valami lóbaszó gyógyszer. És te tényleg úgy álltál ott, mint egy faszent. Egy szál gumi csizmában. Meg valami bőrmellényben, nem is tudom, hogy mi volt rajtad. Favágó szerelés. Azt mondtátok, hogy a Julia favágókra kattan. És azt is úgy fogadtad egy várrándítással. Hát komolyan mondom, kéne ilyen gyakorlatot csinálni, ilyen munkahelyi tréninget, ha? Mindenki megjönne, hogy ez egy mobbing, persze mindenki tudná, hogy gyakorlat, és mégis alázatra tanítaná. Végül is. Nem is tudom, hogy hova hajtunk annyira. Nem úgy kéne csinálunk, ahogy te szoktad, hogy egy várrándítás, és mindegy nekünk, hogy a Júlia azzal a faszfej merényi Dodival jött össze. És akkor nem görcsölnénk annyit. Végül is egy olyan osztály, ahol mindenki osztály első akar lenni, az merő absztrakció. Hát az nem létezik. Első csak egy valaki lehet. Komolyan mondom, én már akkoriban is sokat agyaltam rajtad, hogy túl messzire mentünk veled. Hogy te csinálod jól. Te reagálsz adekvát módon az életre, nem pedig mi. Akik azt hiszik, hogy egy hangyafasznyit is számít, hogy így csinálunk valamit, vagy úgy csinálunk valamit. Ilyenek benne voltak a pakliban.
Vagy az a másik, az a tusolós. Na, ott mind a ketten égtünk, mint a rongy. Milyen tusolós? Nem emlékszem semmiféle tusolósra. Milyen süti lesz ez? Nem tudom a nevét. Valami diós süti. No. Köszönöm, én megyek. Biztosan nem maradsz vacsorára? Nem. Még van egy kis dolgom. Holnap reggel lép már be, légy szél az irodába, jó? Szóma? Jövő héten? Holnap? Tudod, közösségi szellem.